Imlaváros polgárai nevében felköszöntsük Önt 95. születésnapja alkalmából, Görgi. Így köszöntötte 95. születésnapja alkalmából a város vezetése Fáskerti Józsefnét. A nagyszerű szellemi adottságokkal megáldott, jólátással és hallással bíró, csak a lábát fájdaló Terike néni köszönettel vette az ajándékokat, köztük Orbán Viktor miniszterelnök emléklapját, és örömmel mesélt életéről, mely gyakran kemény próba elé állította. 31 hónapot töltött el a II. Világháború utáni Szovjetunióban, és ahogy mondta, nem üdülni vitték őket. Kivittek Oroszországba, ott meg olyan hideg volt, egy olyan lakótelep volt, egy emeletes, az egyik le volt bombázva, a másikat azelőtt való nap, ahogy kiértünk, akkor pucolták be csak egy szárnyát hagytak az ablaknak, a másikat bemaltarozták, aztán se ágy, semmi nem volt, és akkor lent az udvarban volt olyan vasbetűt, betét, mint szokott lenni, vagyis volt valamikor a kórházban. A hosszú fogság után férjével egy tanyára költöztek, majd az államosítás és a beszolgáltatás keserítette meg életüket. Férje a termelőszövetkezetben vállalt munkát, Terike néni pedig a tanya körüli tennivalókat végezte, ellátta a jószágot, vezette a háztartást. A hosszú élet titka iránt érdeklődő kérdésre ugyan visszakanyarodott a szovjet fogsághoz, de igazán életre való humorral tette ezt. Hát Oroszországban nagyon jó levegő volt. Jó. Nagyon jó levegő. Olyan hát ritkaság volt, mert itt mentünk Segesváron meg Brason keresztül, mikor átléptük a régi magyar határt, nem a mostanit. Akkor semmit az ég világon nem láttunk, se tornyot, se épületet, csak fél méteres hó volt, hát akkor megijedtünk nagyon, mert marha vagomba szállítottak, aztán se fűtés, se világítás nem volt. Fáskerti Józsefné szívesen gondol vissza négy testvérével eleken eltöltött gyermekéveire. Gyermeke ugyan nem született, családja tagjaival viszont rendszeresen tartja a kapcsolatot.